Üdvözöllek itt Ülyei Szabolcs Zoárt! Ebben a mostani videóban az asztmáról lesz szó, 9 olyan megoldásról, amelyeket a terápia részévé tehetünk, és amelyek segítségével csökkenthetők a probléma tünetei. De előtte nézzünk meg pár fontos információt az asztmával kapcsolatban. A WHO adatai szerint több mint 250 millió ember asztmás a Földön, ez kb. A Föld lakosságának a 3%-a, tehát igen sok emberről van szó. Az asztma gyerekkorban és felnőtt korban is kialakulhat. Gyermekek esetében ez a leggyakoribb krónikus betegség, és érdekesség, hogy a fiú gyerekeknél kétszer gyakrabban fordul elő, mint a lányoknál. Felnőtt korban pedig a legtöbb esetben a dohányzással hozható összefüggésbe a probléma megjelenése. Az asztmás betegeknél bizonyos ingerek hatására szűkülnek a légutak, például a házipor, a virágpollen, az állati szőr, a füst, a hideg levegő, a fizikai terhelés vagy az izgalom hatására. Az asztmás rohamban a hörgők sima izomzata összehúzódik, a légutakat borító nyálkahártya a gyulladás következtében megduzzad és fokozott nyáktermelés indul, így a légutak jelentős mértékben beszűkülnek. A beteg ennek hatására ugye erőteljesebben kényszerül lélegezni. Ahogy nagyon sok betegség esetében, az orvostudomány itt sem nagyon tudja az alapvető okait a probléma kialakulásának, így végleges gyógyító gyógyszerek jelenleg nem léteznek, csak tünetkezelők. Azt is érdemes tudni még, hogy az asztma összefüggésben van az ekcémával is. Ekcéma esetén nagyobb valószínűséggel alakul ki az asztma is. Nézzük most meg azt a 9 természetes módszert, amelyek segítségével csökkenthetők a tünetek. Az első segítség asztma esetén a magas karotin tartalmú ételek, tehát amelyek megnövelik az A-vitamin szintet a testünkben. A legjobb karotinoid források a narancssárga színű zöldségek és gyümölcsök, mint az édesburgonya, a tökfélék, a sárga dinnye, a sárgarépa és a goji bogyó. A goji bogyóból a gyümölcslevet érdemes inkább inni, nem a szárított bogyót, és különlegessége, hogy több mint 5 fajta karotinoid félét is tartalmaz, van benne beta-karotin, lutein, zeaxantin és beta-kriptoxantin is többek között. A második a B-vitaminok, melyek közül 2 fontosabb, a B9, vagy ugye folsav, és a B5, vagy pantoténsav, de általánosságban érdemes a B-vitaminok bevitelét megemelni. A B-vitaminok pótlásához a sörélesztő talán a legjobb, amit tabletta formában lehet enni minden egyes étkezés közben. Illetve van sörélesztő pehe is, amit hozzáadhatsz például salátákhoz. A B9 vitamin 3 legjobb forrása a spenót, a spárga és a lencsefélék, a B5 vitaminnak pedig a csirkemáj, a shiitake gomba és a friss tiszta méhpempő. A harmadik a magnézium, melynek alacsony szintje több kutatásban is összefüggésben hozták már ugye az asztmával. A magnéziumnak relaxáló hatása van az izmokra, így támogatja a hörgő izmok lazulását is, ezzel pedig lehetővé teszi, hogy ugye könnyebben levegőhöz jussunk. A magnézium pótlásához célszerű jobb minőségű készítményeket keresni, és olyanokat, amelyek természetes kötésű magnéziumot tartalmaznak, ezt kelátnak is nevezzük. A negyedik a C és E vitamin, illetve a polifenol vegyületek, melyekből fontos többet bevinni rendszeresen. A legjobb C vitamin források, melyeket egész évben fogyaszthatunk, a homoktövés, amit gyümölcslé formában lehet inni, illetve az acerola és a kamukamó, melyekből vannak étrendkiegészítők és porállagó készítmények is, melyeket vízben fel lehet például oldani. Az E-vitamin pótlására pedig a legjobbak a diófélek és magvak, mint a mandula, pekándió, makadámia dió vagy a török magyaró. Ötödiknek a töménfa kivonatát, a boszfélia szerátát érdemes kipróbálni, a terápia részévé tenni. Ez a növény egy hatékony gyulladás csökkentő, és több kutatásban mutatták már ki, hogy akár jelentősebb mértékben is képes csökkenteni az asztmás rohamok gyakoriságát a betegeknél. A boszfélia kivonatát kapszulázott étrendkiegészítőként lehet bevinni rendszeresen, és egyébként ízületi gyulladások esetén is nagyon hatásos ez a
ez a gyógynövény. A hatodik a szulforafán, ami főként a keresztes virágú zöldségekben van jelen, mint a brokkoli vagy a kelbimbó, de vannak szulforafán tartalmú étrendkiegészítők is. A szulforafán hatására megnő az antioxidáns enzimek szintje az orr és a légutak sejtjében, melyek segítik a testet abban, hogy hatékonyabban kivédje a légszennyezés káros hatásait. A szulforafánt egyébként más légúti problémák esetén is be lehet venni, például hörkurut esetén. A hetedik a piknogenol, melyet étrendkiegészítővel lehet pótolni rendszeresen. Ez a vegyület elsősorban a fenyőkérekben fordul elő, és nagyon jó, egy nagyon jó antioxidáns vegyület. A piknogenol abban segíthet, hogy kevesebb asztmás gyógyszerre legyen szükség, és javíthat az alvás minőségén is, tehát kevesebbszer ébred fel az asztmás beteg éjszakánként. A nyolcadik a D3 vitamin. Az asztmás betegek 90%-ánál nagyon alacsony a D-vitamin szint a testükben. A D-vitamin pótlásához a legjobb a napsütés, tehát fontos minél többet a napon tartózkodni, hogy a testünket minél nagyobb felületen érje a napfény. A D3-at lehet pótolni étrendkiegészítőkkel is, melyekből asztma esetén legalább napi 20 000 nemzetközi egységet be kell vinni, és mindig kell mellé szedni K2 vitamint is. A 9. és egyben utolsó lépésben a legjobb ételeket említeném meg, amelyeket érdemes túlsúlyba helyezni asztma esetén a táplálkozásban. Először is a tejételekből a nyers tejet, illetve a nyers tejből készült tejtermékeket, aztán a probiotikus ételeket, a magas rostartalmú ételeket, és végül a magas omega-3 tartalmú ételekből is ajánlott rendszeresen többet fogyasztani. A halételek a legjobb omega-3 források, de ott van a krillolaj és a halolaj is. Fontos felkutatni és megérteni az asztma lelki okait is, mert a lelki problémák megváltoztatásával is jelentős javulást tudunk elérni a betegség visszaszorításában. Az asztmának számos lelki okozója lehet, sokféle lelki folyamat eredményeként kialakulhat, ami bizonyos, hogy minden esetben a kommunikációval és a kapcsolat teremtésével vannak gondok, tehát ha valaki nem tud például harmonikusan kapcsolódni a környezetéhez, a családjához, ugye emiatt az aszma, ugye Merkur és Uránusz probléma, így ha asztrológusra konzultálsz, erre is kérdez rá mindenképpen. Összefoglalva még egyszer az én véleményemet a 9 legjobb aszma elleni megoldásról, a karotin, a B-vitaminok, a magnézium, a C és E-vitamin együtt, a boszfélia szeráta, a szulforafán, a piknogenol, a D3 vitamin és az ételek közül a nyers tej, a probiotikus ételek, a magas rost, illetve omega-3 tartalmú ételek. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Ha még nem jártál a webshopomban, kattints itt felül a linkre, és nézd be oda is. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!